Holnaptól új műsor indul a Digi Sporton, méghozzá heti rendszerességgel a címe V közép, amelyben Egri Viktor kommentátor, műsorvezető kollégánk a magyar és a nemzetközi élet fontos ügyeit elemzi majd háttérbeszélgetésekben, vitákban, élőben, innen a stúdióból, ahol most velünk melegít a keddi tartra. V, azaz Viktor, szia, jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Viktor, hát ugye szerintem jó cím, szellemes cím, ugye egyrészt benne vagy te, másrészt meg nem tudom, az van benne. A v betű az én vagyok? Nem te vagy? De valószínűleg igen, egy. De a közép, kémet. tehát hogy akkor te most egy, tehát te szenvedélyes vagy a sporttal kapcsolatban, imádod, és akkor közben ebbe egy középen fogsz állni, és úgy lesz. Szóval mindegy, te magyarázd el a címet. De ez lenne, igen, a koncepció. Akkor, akkor megfejtettem. Sikerül, igen, vitákat valahogy kétféllel lebonyolítani, mert ugye malapság talán az a megszokott formája a vitának, hogy valaki elmondja a véleményét és utána beül valaki más, és ő is elmondja a véleményét. Elmennek egymás mellett a folyosón, és akkor így megüzenik egymásnak. De egy térben, egy időben, egy helyen nem nagyon szeretnek az emberek. Igen, vitatkozni. hát az lenne az egyik cél, hogy megpróbáljunk ilyen beszélgetéseket összehozni, amiben én középen, és az egyik fél mondja a saját véleményét, a másik pedig ennek az ellenkezőjét. Hát szóvivők közlemények, és visszakért leokizott interjúk országa vagyunk, lettünk. Hát a, igen, a sajtószóvivők és a biztonsági őrök, országa vagyunk, hogy a biztonsági őr feladata, hogy ne engedjen be valahova, a sajtószóvívője pedig az, hogy ne engedjen annak a közelébe, akinek a véleményére kíváncsiak vagyunk. Most mi szeretnénk azért, hogyha sajtófőnökök és sajtószóvívők kerülnének minket, tehát megpróbáljuk azokat megszólaltatni, akik valóban tudnak az eseményekről, és nem csak továbbítják a hivatalos álláspontot. Nem lesz egyszerű munka, azt mondom neked, de gondolom ezt te is tudod. Egyébként Igen. untad a foci kommentátorkodást magában, <laughs> szerettél volna egy kicsit mást is csinálni mellette most? Már mint hogy honnan jött az ambíció, meg az inspiráció? Tegnap 10 óra tájban meguntam. <laughs> Tegnap két meccset közvetítettem, de természetesen azt nem lehet megunni szerintem, tehát nyilván azért vannak rosszabb mérkőzések, amelyeken nem kívánkozik az off-tube fülkébe az ember, de akkor is végigüli már, ha ott van de hát emellett valami más is kell a változatosság kedvéért. Most már ugye beléptem az ötödik X-be, ami egy magánügy lenne, de úgy éreztem, hogy valami másra is foglalkozni kell, nem csak a kiabálással, úgyhogy itt valószínűleg csendesebben fogok esetleg tevékenykedni, mint amikor valaki gólt szerez a meccseimen. Hát ja, bár, hogyha bejön a riposznál a találat, akkor lehet mondani, hogy találat, nem? Tehát ott azért le lehet, lehet gyönyörködni benne. Hogy fog kinézni egyébként ez a végközép? Mi a koncepciója a műsornak? úgy fog kinézni a végközép, ahogy gyakorlatilag te szinte tökéletesen összefoglaltad, meg hogy a promócióban is lehet most már látni a Digi Sport csatornáin, azaz válaszok, vélemények és viták, én ebből gondoltam, hogy innen jöhet a V betű, de, de valóban az én nevem is V-vel kezdődik, és hát megpróbálunk mondjuk nem szeretetre méltóak lenni feltétlenül, ahogy a műsorok többsége, hanem inkább szemmel nézni a világba, azaz átlátni a szitán, és emellett pedig célra törően információkat megtudni azokban az ügyekben, amik érdekesnek tűnnek a világban. Most ugye az első adásunk az kedves, tehát 19 óra 20 perckor lesz, abban a FIFA korrupciós botrányjal, illetve az elnök választással fogunk elsősorban foglalkozni, illetve Nagy László lesz még vendége a műsornak, ő az a kézilabdázó, aki volt már itt is ebben a szélben is. Egyet, tehát nem az László, aki, a Nagy László, aki olimpiai bajnok labdarúgó. Nem, uh -huh. nem a kézilabdázó, ugye egyrészt az ő életében is történtek változások az előző időszakban, amelyek nem választhatóak szét a klubban történt változásoktól, de talán azért őt ezek máshogy is érintették, hiszen a Carlos Ortega személyében barátjáról is volt szó. És hát nem akkor Ücsimics is ha... háborúról is lesz vastagon szó a holnap esti műsorban, igaz? <laughs> nem tudom, ne ezt fél, kézilabda... ezt Szerintem Nagy Lacival erről nem nagyon lehet beszélni, tehát ő, ő, inkább a csapatról tud, mint csapatkapitány, jelenlegi másodedző beszélni, de hát mondjuk hosszabb távon nem elképzelhetetlen az, amit te itt felvetettél. Mondjál még néhány olyan ideális témát, ami biztos, hogy téged nagyon fog érdekelni, mert hogyha mondjuk a FIFA korrupcióra gondolunk, akkor az ember rögtön végig gondolja, hogy akkor nézzük, hogy ennek a magyarországi lecsapódásai, meg az, hogy mi hogy látjuk ezt, hogy vagyunk ebben benne, hogy vagyunk ennek kedvezményezetjei, hogy hallgatunk, vagy, kedvezményezetjei? vagy nem. Hallgatunk. Kedvezményezetjei? Na. Hát hát nem, nem, már tudsz valamit? Hát, én, én nem tudom. Hát egy, na, egy 24 csapatos EB esélyével biztos azok. Igen, vagyunk, igen, ha erre gondolsz, akkor mindenki lehetünk. És uh, nyilvánvaló, hogy a FIFA korrupciós botrányjal kapcsolatban a, az MLS-nek is van teendője, hiszen mondjuk az UEFA tagjaként, illetve Csányi Sándor az UEFA vezető testületének tagjaként valamelyes beleszólhat abba, hogy az UEFA hogyan reagáljon erre, úgyhogy ez is egy érdekes és valóban szerintem közérdeklődésre számot tartó dolog, hogy mi mit teszünk. Mondjál néhány minden... ideális vagy ilyen álomvitát, amit mondjuk nagyon szívesen megcsinálná. Köszönöm. Akár ebben a témában, akár mondjál még néhány témát, ami téged nagyon érdekel. Hát nyilván nekivágsz ne rengeteg ötlettel, meg ambícióval ennek a dolognak. Például mondjuk a, csak a múlt héten is volt olyan eset, ami nagyon érdekelne. Például az, hogy az EMI nem közleményben reagál a Transparency international a felvetésére, mi szerint a 200 milliárd forint, ami az ilyen sportra ment az a korrupció Sport -korrupció A korrupciós vizsgálatról beszélünk. Igen, táó, szerintem ének, egy olyan. nagyon érdekes dolog, és valószínűleg az államtitkárság meg is tudná védeni az álláspontját, csak ez valakinek le kéne ülnie. Tehát ez például egy dolog, Viktor, de ezer vélemény Kiváló közlemény Árendelkezésünk áll rendelkezésünkre <laughs> az évben is. <laughs> Amelyet szembesítettem holnap reggelén is. Bejön a... valaki a Transparency international mert szerintem ez nem olyan nehéz, tehát onnan biztos, hogy szívesen jönne valaki, és akkor ő mond valamit, én meg erre felolvasok egy sort, átülve a mellettel lévő székbe, hogy vitatkozzak vele, ez szerintem nem ideális állapot. Uh -huh. Tehát akkor például mondjuk ezekben az ügyekben így szembesíteni egy minisztériumot civil szervezetekkel. Mennyire akarsz te belemászni a politikába, mármint hogy a sporthoz kötődő közéleti kérdésekbe? vastagon, igaz? Az a nagy helyzet, hogy, hogy eleve már amikor nekivágtam ennek a szakmának, igen fiatalon, akkor is úgy gondoltam, hogy a sport az az élet része, az nem egy külön akváriumba zárt valami. amely. maximálisan egyetértünk. Tehát ö, éppen ezért szerintem megkerülhetetlen az, hogy a közélet egyéb területeihez ö, kapcsolódási pontokat találjunk. Ráadásul a sportolók és a sportban dolgozók nagy örömére az előző időszakban ez egy kiemelt ágazat lett. Pontosan ezt akarom kérdezni, hogy, 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 hogy mi lesz neked az attitűdöd, mondjuk egy erősen sportbarát kormányzás van, te is, mi, mi, is szeretjük nagyon a sportot, szóval támogató, kritikus, fanyalgó, távolságtartó, mi itt a jó megközelítés szerinted? Az a jó, hogyha meghallgatunk mindenkit. Tehát, hogyha bejön valaki, akinek baja van ezzel az irányzattal, akkor jöjjön be mellette valaki, aki meg azt mondja, hogy már pedig ennek így kéne lennie, vagy még több pénzt kéne a sportra adni, mert nyilván van ilyen felvetés is, és akkor mondja elő is, Hát, hogyha az egyik fél nem hajlandó bejönni, akkor kénytelen vagyok én képviselni a, az álláspontját, már pedig miután ugye V középen áll, ezért nekem nagyon nehéz. Mi a V jobb, meg V bal lesz ebből, igaz? <síthat> Könnyen elképzelhető. E, egyébként visszafog a tematikában köszönni a két, két kedvencet, két kedvencet, foci kézilabda. Nem tudom, hogy az első adásról elmondottak alapján. Ahol igen, azért is, azért hosszabb távon, mert ugye. Biztos, de azért is, mert a futball ugye a legfontosabb mindig, a kézilabda pedig, ha azt vesszük, akkor gyakorlatilag az egyetlen olyan sportág, amelyben komoly nemzetközi sorozatokban jó eséllyel indulnak magyar csapatok, mert ha máshol esélyünk van a diadalra, akkor a sajnálatos általában olyan sportágokban, amelyek mondjuk nemzetközi szinten nem olyan fajsúlyosak, vagy pedig ugye hát akkor, ha elindulunk benne, akkor a faj súlyosban ott még nem vagyunk esélyesek. A kézilabda kivétel. Uh -huh. Most azt mondd meg végül, hogyha mondjuk egy év múlva értékeljük az addigi körülbelül 50 adást, 40 valány adást, akkor mondjuk egy év múlva mi az, ami örömmel, meg inkább valamennyire elégedettséggel töltene? Hogyha mit lehetne mondani a végközépről? Ha azt le -e lehetne mondani, hogy nem kell megszüntetni. Tehát, hogy van létjogosultsága egy év múlva is, akkor azt mondom, hogy már elértünk valamit, mert azért heti rendszerességgel valóban komoly témákban olyan megszólalókat találni, akik vállalják is a véleményüket, le is ülnek élőben erről beszélni, és esetleg még egy másik félel, amelyik nem teljesen az ő álláspontjukat képviselő vitatkoznak is, akkor az már siker. Hát én kívánom, hogy így legyen, Viktor, és jó munkát hozzá. Vagyis akkor holnap Nagy Lászlóval és FIFA korrupciós ügyekkel indul, debütál a végközép, már csak a közönség hiányzik hozzá. Jó nagy legyen. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen.